Nagy szeretettel köszöntelek az EFI csatornáján, Ládonyi Bori vagyok. És a joga gyakorlást egy sarakülésben fogjuk kezdeni. Ülj egyenesen és kényelmesen. Belégzéssel emeld az állat, és a kilégzéssel hajtsd le. Egy könnyű nyak átmozgatás, bemelegítés. Ha lehet, akkor huny le a szemed, nem kell nézned a videót. Érezd a nyak finomabb érzeteit. Majd emeld fel az egyik füledet, nyújtsd meg a nyakad oldalát, kicsit maradj így, és lélegezd át azt, amit érzel. Majd hajtsd le a tekinteted, mintha megnéznéd a térdet, és aztán emeld föl a tekinteted a plafon felé. Ki is tapinthatod a nyújtózkodás területét. Az érintés az mindig segít oldódni a kötőszövetnek. Egy párszor ismételd meg. Majd ha váltasz, akkor gördd is középre a fejed, és onnan emeld a másik füledet fel, és lassan indulhat a mozgás. Rizsutosan nézd lefelé, és aztán föl a plafon felé. Itt is teheted a kezed a nyakadra. Ne erőltess semmit. A nyakunk az nagyon érzékeny, és hajlamos a görcsösségre. Gyere lassan vissza, figyeld, hogy mi változott a nyakadban, és a belégzéssel nyújtsd a két kart a magasba föl, húzd ki a gerinced, tedd össze a két kezed, mintha imádkoznál, és húzd hátra így a könyöködet. Intenzíven nyitja ez a mellkast és a vállakat. Majd egy négykézláb helyzetben helyezkedj el, ülj hátról sarkadra egy kicsit, engedd le a homlokodat, babapóz, sarakülés. Megnyugszik a derekunk és a gerinc. Majd kis hullámokat fogunk végezni, domborítsd a hátad, gördülj fel, anélkül, hogy a könyöködet megemelnéd. Majd homorítva, hosszan ülj hátra. Egy négyszer-ötször ezt ismételd meg. Egész a nyakadig terjedjen ez a jól eső hullám. És aztán fordítsd meg az irányát, belégzéssel egyenes háttal gyere fel, kilégzéssel nézd be a köldököd felé, és úgy ülj hátra. Sarakülésbe emelkedj majd fel, nyújtsd a két kart, és ahogy az előbb tettük, támaszd össze a tenyereidet, nyisd meg a mellkast, mintha egy nagy labdára feküdnél. Onnan támaszd le a kezeidet, és még baba póz. Lassan gördülj előre, és nagyon kicsit emeld a térdeket a talajtól fel. Tartsd meg, erős a hasizom, húzd a köldököt föl. Majd ülj hátra. Belégzéssel ismét nyújtóz. Megnyújtjuk a hasfalat ezzel a homorítással, húzd a könyököket hátra, támaszkodj le, megint alkart támaszd le a földre, és emeld fel a térdeidet. Ha az nagyon furcsa és szokatlan lenne a lábaknak, akkor lehet pipálni is a lábfejeket. Még egy kör, tedd össze a két tenyered, nyílik a mellkas. Emeld a két térded, és hogyha jössz tovább, akkor egyesével emelgesd a lábakat. Megmutatom a könnyített verziót is, mikor a láb pipál. Hogyha ez furcsa lenne a bokádnak, vagy fájdalmas. Majd ülj hátra, lazítsd el a hasad egy kicsit. Gördülj le hasonfekvésbe. Tenyereidet támaszd a vállak alá, és a belégzéssel emeld ki a kobra helyzetet. Nem kell magasra jönnöd, hanem csak zárd össze a lapockákat, és mint egy kíváncsi baba, emeld fel a fejedet, a fókuszodat, tekintetedet. Lábakkal majd pipálj, told el a talajt magadtól, hosszan ülj hátra, baba púz. Belégzéssel gördülj előre, és a kilégzéssel ad homokasvanászala lefele néző kutyapuszba, nyújtózkodj meg.
Ez az egyik legjobb, amit a gerinceddel tehetsz. Sétálj majd előre, és nyújtózz fel a magasba. Ismét hozd hátra a két kezed, nyisd a mellkast. Engedd le a kezeket a szíved elé. Kapcsolódj ismét össze a légzéseddel. Érezd a be- és kilégzéseket, szüneteket. A két kart majd nyújtsd le a törzsed mellett, kifejezetten nyújtózz a vállattól az ujjbegyekig. Medencélet billensd be magad alá, és emeld ki a mellkast egy kissé. De engedj el minden feszességet ugyanakkor a testtartásból. Nyújtózz a fejed búbjával a mennyezet felé, és ahogy letolod a jobb talpad, emeld fel a bal térded. Nézd ki magad előtt egy pontot, és kezd el átmelegíteni a bal csípődet, mindenféle körkörös, spirálszelű tekergő mozdulattal. Használd egyensúlyozásra a karokat. Hogyha ez most túl nehéz neked, akkor fogd meg egy széktámlát, vagy bármit, ami ott van középen. Állítsd meg majd a térdedet, és egy nagyot lépjél vele hátra. Maradjon magasan a hátul lévő sarkad, két kart nyújtsd fel, majd dönts előre, úgy, hogy a fejed búbja, a csípőd és a sarkad egy vonal legyen. Majd innen megint emeld fel a térdet, húzd fel a magasba, és aztán engedd le, kicsit rázd le a tested, rázd le a feszültséget, és nézd meg ezt a másik oldalra. Tehát előbb bemelegítjük a jobb csípőt, kezdj el nyolcast, köröket rajzolni. Kicsit fedezd fel, hogy működik ma a jobb csípőd, hogy működik az egyensúlyod. Nem baj, ha kibillensz. Kicsit engedd szabadjára ezeket a mozgásokat, élvezd. Majd a jobb térded emelt fel, alsó hasizom aktív ilyenkor, és egy nagyot lépjél hátra. Jobb sarkad most se tedd le, maradjon a levegőben, nyújtsd a két kart föl a magasba, és találd meg azt az egyenes vonalt, tehát a fej, a csípő és a sarok egy vonal. Innen a térdedet emelt föl, és aztán lépj le, picit rázd le megint a lábad, két tenyeredet simítsd össze, nyújtózz föl a magasba. Hajlítsd a könyököd, és finoman homoríts, farizom aktív. Kilégzés, előrehajlás, mint egy vízesés. Lazítsd a törzsed. Innen ülj bele, emeld ki a két karodat, és ragadd meg a könyöködet. Oldalra hajlások következnek, belégzéssel középen, kilégzéssel oldalra hajolj. Majd visszaérve, kilégzéssel domborítsál. Egy oldalra hajlás, és egy domborítás. Villásd a medencédet is ehhez. Nyújtsd a két kart majd föl a magasba, és lassan engedd le a test mellé megint. Belégzéssel magas tartás, kilégzés, hátul tedd össze a két tenyered, finoman homoríts, farizmok aktívak, kilégzés, utánászana előrehajlás, lazíts. Hajlítsd a térded, emeld ki a mellkast, és a széktartásba gyere megint, fogd meg a saját könyököd, jobb lábra tedd a súlyt. Bal lábadat emeld meg, és lassan lépj hátra, ahová az előbb is léptünk. Innen nagyon óvatosan, belégzéssel fordulj meg jobbra, kilégzéssel vissza. Ha ez túl nagy kihívás most az egyensúlynak, akkor a tekintet előre nézzen végig, és csak a törzset fordítsd, de ha lehetséges, az tekintetet is. Majd állj bele egy picit, nyújtsd a két karod a csavarásba, fogd vissza a könyököd, emel a térd,
kilégzéssel engedd le, utánászana előrehajlás. Lazítsd a törzsed, csak lógjál ki a medence csontból. Belégzéssel görtülj fel, nyújtózz a magasba, tenyereket támaszd megint össze, nyisd a mellkast. Kilégzés, utánászana, előrehajlás. Hajlítsd a térded, emeld ki a mellkas széktartás, ragadd meg a saját könyököd. Másik láb következik, bal lábon a testsúly és a jobb szabad lesz, lépj vele hátra. Ne emelkedj fel, maradd megint ez az átlós vonal, és a belégzéssel balra felé csavard el a törzsed, kilégzés vissza. Nem baj, ha lassú a mozgás. Nagyon jól fejleszti az egyensúlyt, tartsd meg utoljára, és masszírozza a belső szerveket, beleket. Jó hatással van az emésztésre. Fordulj innen vissza, és emeld magasra a jobb térded, nyújtózz a mennyezet felé, és a kilégzés előrehajlás. Lazíts, engedd el a feszességet, engedd megpihenni a figyelmed és a pihenésben. Majd gyere, ülj le a sarkadra, és kuporodj össze, engedd megpihenni a hátadat, a gerincet mozgató, csavaró izmokat. Nyugodtan támaszkodj le a talajra, érezd a stabilitást, most nem kell az egyensúllyal foglalkoznod. Innen pedig ülj majd hátra, lábak csípőszélesen, gördülj le a hátadra. Zárd össze teljesen a lábakat, oldalt a két kar válmagasságban. Csavarások következnek, fekvő csavarás, emeld a bal térdedet, fogd át a jobb kezeddel, kicsit ülj ki balra, és aztán lapozd át a térdedet a másik oldalra. Elgördítheted a fejedet, és balra, és egy pár légzésig pihenj meg ebben. Nyugodtan unj le a szemed, figyelj csak magadra. És ha megvan a testhelyzet, akkor kilégzésről kilégzésre érkezz meg bele. Lazítsd el a hátadat és a hasfaladat is. Innen lassan belégzéssel emeld vissza a térdedet, csúsztasd le. Igazítsd meg a gerincedet. Másik oldal előtt, és a jobb láb következik. Térdedet lassan húzd át, előtte egy kissé ülj ki jobbra, 1-2 centit, nem kell sokat, csak hogy egyenes helyzetben tudjuk csavarni a gerincet. Arcodat is elfordíthatod most is. És lazíts, lazíts. Innen, megint a belégzéssel emelkedj vissza, engedd le a lábad, és jó lesően nyújtózzal a földön, kézzel, lábbal. Fogd meg a két térdet, kicsit gömbölyödj össze, hintázz jobbra-balra, lazítsd el a derekadat. Hagyj, hogy a test a saját tempóját találja meg a ringatásnál. Aztán a mai relaxációt egy makarászanában fogjuk végezni. Feküdj kérlek a hasadra, fogd meg a könyöködet, engedd le a vállakat, a talpakat támaszd össze, az lesz a jó távolsága a lábaknak, engedd kifordulni a lábfejeket, a homlokot pedig pihentesd a lapos csonton, az alkaron. Ha bármilyen okból kifolyólag ebbe nem tudsz belelazulni ebbe a fekvésbe, nyugodtan végezheted
hanyat fekvésben savászanában a relaxációt. Vegyél egy mélyebb belégzést, érezd, hogy a hasfal beletolódik a talajba, és a kilégzéssel lassan engedd kiáramlani a levegőt, engedd megérkezni a tested ebbe a biztonságot nyújtó helyzetbe, fekvésbe. Lassan rétegről rétegre enged ellazulni a homlokodat. Engedd ellazulni a teljes arcodat. Hajas fejbőrt. És lassan vezess tovább a figyelmedet a tarkó területére. Engedd megpihenni a fejedet egy biztos ponton, hogy a tarkó el tudjon lazulni. Majd haladj tovább a belső figyelmeddel, és amerre eljár ez a figyelem, engedd kioldódni a testben tárolt feszítéseket, a megmaradt tónust. Nyugodtan maradj még benne a relaxációban, de ha most folytatnod kell a napodat, akkor lassan és fokozatosan bontsd ezt a makarászanát, zárd össze a lábadat, fejedet forgasd el valamelyik oldalra, nyugodtan bontsd a karok tartását is, és egy oldalt fekvésbe helyezkedj el. Kezd el mélyíteni a légzésedet, és ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor emelkedj fel egy ülő helyzetbe, támaszkodj a kezekkel. Egy kényelmes ülő helyzetet válasz, hallgass magadra ebben. Told le az ülőcsontokat, és érezd, ahogy a gerinc kinyúlik. Tudatosítsd, ahogy az idegrendszer egy aktívabb állapotba kerül. Belégzéssel aztán lassan, finoman nyújtsd a karokat föl, mintha valaki megemelni a kezeidet. Támaszd össze a tenyereket, és köszönd meg magadnak, hogy gyakoroltál ma is. Egészségedre váljék! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 0004-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.